Arra gondoltam, hogy mivel régen volt fotózással kapcsolatos videó, és én is régen mozdultam ki úgy igazán itthonról, ezért az e-heti vlogot egy picit más környezetben fogjuk tölteni, és letesztelünk valami nagyon furát a hét folyamán. Miután gyorsan átöltöztem és összepakoltam, az első utam rögtön egy kameraüzletbe vezetett, ugyanis be kellett szereznem valamit ehhez. Miután ezzel megvoltam, felvettem Dávid barátomat, és megindultunk Magyarország északi részébe. Jó reggelt, srácok! Kicsit visszatérünk a régi heti vlog formátumba. Itt vagyunk jelenleg Rudabányán Dáviddal. És csöltes. Rajtunk kívül senki nincsen itt. Szóval annyira csend van, hallgassátok. Jó, rajtunk kívül még egy ember ott a háttérben van. De nagyon elhagyatott helyen vagyunk. És azt kell, hogy mondjam, hogy kimondottan hiányzott az, hogy újra heti vlogoljak. Kimondottan hiányzott az, hogy egy videóval sokkal több időt töltsek el, és sokkal jobban meg legyenek vágva, sokkal összerakottabb legyen az egész. Úgyhogy menjünk le oda, és nézzük meg, hogy egy kicsit pontosabban hol is vagyunk, és mit csinálunk itt. Ez itt, srácok, egy eldobható kamera. Ezen az egy kamerán 27 darab kocka van. Pontosabban nem tudok rajta törölni, nem tudok rajta visszanézni dolgokat, nem tudok rajta beállítani dolgokat. Angolul disposable kamerának hívják, és leszerettem volna tesztelni, hogy... Hogyha ezen a héten csak ezt az egy kamerát használom, és a hétvégén előhivatom a képeket, milyen képeket fogok tudni lőni azokhoz viszonyítva, amiket amúgy is megcsinálnék. Itt vannak a mi cuccaink, itt vannak a drónjaink, a Ronin, a több objektív, stb. És ehhez szeretném most ezt viszonyítani, hogy ez mire jó. Viszont itt van rajta egy ilyen... Látjátok, ott bent, te kezdel tekerni, Dávid? Ott bent vannak a számok, ott tudom nézni, hogy hány képnél tartok, és mindig vissza kell tekerni benne a filmet. Igen, és most Dávid teljesen visszatekerte, és elméletileg most, hogyha lősz egy képet valamiről, nem tudom, milyen hangot. És azért választottam magamnak pontosan ezt a feladatot, mert régen nem voltak ilyen hú de szuper duper kamerák. Nem lehetett állítani a fényerőt rajta, a fókuszt, nem lehetett visszanézni, nem lehetett a nyersképeket megszerkeszteni. Ezeket egyáltalán nem lehet majd, úgyhogy kicsit így visszamegyünk, retrózunk ezen a héten. A Rudabánya tó az egyik legkülönlegesebb hely, amit ideig az országunkban láttam. Tényleg olyan hangulatot ad, mintha nem is itthon lennénk. Ez volt Magyarország egyetlen vasérc bányája, és több millió éves leletet is találtak itt. Nagyon eldugott és világvégi helyen van, de hogyha tehetitek, srácok, akkor mindenképpen látogassatok el egyszer ide, mert rettentően szép. Öt óra van, végeztünk, viszont forgattunk közben egyébként egy videót, de srácok, ez a kamera, ez mondjuk konkrétan zsebrevágható, szóval itt van benne a zsebemben. Idegesítő, nagyon idegesítő, mert nem tudom, hogy miket lőttem, viszont van egy pozitív dolog is benne, mégpedig az, hogy megpróbáltam beesni, mégpedig az, hogy hát nem merül az aksia. Szóval konkrétan ugye a film tekercsre kattingatod rá a képeket, nem nézed vissza, nem javítasz rá, nem tudom. És az aksin kívül, nem belezuhanni, van még egy plusz dolog ezen a kamerán, mégpedig az, hogy... Vízálló. Na most ezt a képet nem tudom, hogy fog kinézni. Bajukba bemered rakni a kezedet, Dávid? Csak utána. Megnézem, hogy milyen ennek a kamerának a makró képessége. Nagyon közel tartom a szememhez, ez most szerintem életem leghülyébb felvétele. És... Hát majd kiderül. Üdvít! A lehető legnagyobb kuplerájban. Gyorsan körbevezetlek titeket. Kabát, víz, kuka, régi telefon. Hello? Protein! Protein rocks! Ávány. Cipő. Pacsker. Konnektor. Pohár. Ez ló. Dávid cuccai behányva. Válfa. Fürdő. Én. Összességében rumli van. Viszont már besötétedett, úgyhogy itt az ideje, hogy... Hogy kipróbáljuk, hogy sötétben mit tud ez a kamera. Hát szerintem ehhez a kamerához képest biztos, hogy sokkal gyengébb lesz, sokkal gyengébb. Szerintem őszintén szóval semmit nem fog látni, úgyhogy visszatekerem, és... És ezt az előttem látható tornyot fogom befotózni nektek, úgyhogy ez köbben...
Kb. Így nézett ki. Erre nagyon kíváncsi leszek. Viszont a kamerát itt kinagyom nektek, AstroTimer-t ezek egyet. Aztán holnap majd folytatjuk tovább, úgyhogy srácok, amit mondtam, a kamera kimarad. Szokásos AstroTimer-t, és találkozunk holnap. Szép éjszakát mindenkinek. Jó reggelt! Elhagyjuk a mai szállásunkat, és visszamegyünk Budapestre fotózni, aztán majd a héten megyünk Sopronba is, de kíváncsiak, hogy még otthon ki lehet esetleg valamit hozni ebből a kamerából. Úgyhogy irány haza. Sopronban nagyon fáradt fejem van. De Jézusom! Cső, ez mi? Komolyan már most látom, hogy sokkal vidámabb képek lesznek ezek, mint amikor előre be vannak állítva. Viszont elmenjünk most valóban máshova, kipróbáljuk ott is, egy kicsit profi környezetben. Eljöttünk a fitnesskertbe, és azért beszélek ilyen halkan, mert itt mindenki csendben van. Kicsit itt profibb a környezet, rettentő sok növény van. Ha megnézzük, hogy itt mit tudunk kihozni ebből a kamerából. Továbbra is, majd a legvégén a pozitívumokat lássuk. Na hát, erre kíváncsi leszek, hogy mit hoztam ki ezekből a képekből. Hazamegyünk Sopronba most, ugyanis régen voltam otthon, és előhivatjuk ezeket a képeket, fizikai formába, tapintható formába hozzuk őket, úgyhogy let's go, tala otthon, nekem otthon, nektek nem otthon, nektek Sopron. Hey, de rossz itt a fény. Bemegyünk a városba, és megnézzük, hogy mondjuk dél van, Talán nyitva lesz valami, ahol elő lehet hivatni ezeket. Baszki! 2 óra? Hogy lehet 2 órán keresztül ebédelni? Kerestem kell most egy olyan helyet, ahol elő tudom hivatni ezeket a képeket, mert egyelőre még nem tudom azt, hogy ezt hogyan fogom nektek megmutatni. Úgyhogy keresünk egy B-verziót, B-tervet. Pontosan ezeket a képeket tudtam megcsinálni 1 hét alatt. Első ránézésre nem sok, meg első ránézésre hát... Hát ez mi? Azt nem is tudom, hogy mi. Hát... Na jó. Egy dolog biztos, hogy... Ez inkább szórakozás. Ez a legnagyobb pozitívum szerintem ebben a kamerában, hogy szórakozás. Nem tudod, hogy hogy néznek ki a képek. Gyorsan meg tudod csinálni őket, szóval tényleg visszatekered, és amikor előhivatod őket, akkor kicsit olyan, mint a rulett, hogy nem tudod, hogy mi fog kijönni belőle. Viszont, hogyha profi képekre abszolút nem alkalmas. Szóval most itt ez. Megpróbáltam feldobni a paradicsomot, de hát el van mosódva az egész, úgyhogy profi képekre makro a szememről. A szem, ami mindent lát. Viszont érdekes ahhoz viszonyítani, hogy régen ugye csak ilyenek voltak. Szóval régen nem tudtad vissza beállítani a képet úgy, hogy tűéles legyen, szép fények között, hogyha nem tetszik, akkor ki tudtad törölni és csinálni egy újat, egyszerre tudtál csinálni másodpercenként 30 képet, szóval hogy régen csak ez volt. És azért gondoltam, hogy fontos, hogy csinálok egy ilyen videót, mert nagyon szeretek fotózni, de most hát a fejemért, de az alapokat azt csak így lehet megtanulni, szóval lehet neked bármilyen szuper géped, alap jó képeket, csak akkor fogsz tudni csinálni nagyon jó képeket, hogyha a legrosszabb kamerával is jó képeket tudsz csinálni, szerintem. Úgyhogy azért vannak használatok, szóval azért vannak szép képek köztük, nyilván nem tökéletes fénybeállítással, de vannak köztük olyanok, amiket azt mondom, hogy oké, ezt vissza lehet nézni. Hát nem sok, de vannak. Na mondjuk ez.
Szóval lehet szép képeket lőni, de meg kell tanulni utána kezelni azt a kamerát is, amit utána te kapsz. És az már csak egy plusz dolog. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, hogy ezt így leszögezzük. Mindenesetre köszönöm szépen, hogy velem tartottatok és megnéztétek ezt a videót. A Lévisznek köszönöm szépen, hogy támogatta ezt a videót, és nagyon jó cuccokat kaptam, köszönöm szépen. És találkozunk jövő héten egy másik vlogban. Sziasztok! Ja, még nem vagytok feliratkozva, akkor esetleg csengő meg ilyeneket benyomhatok. Nem muszáj, csak hogyha éppen úgy van.